Szervusztok, most megcsináljuk a következő videót. Most szintén két dallal jutunk előrébb. Az elsőt már tudom, másodikat még kigondolom. Na, akkor kezdjük, hogy felszállott a kakasom egy fára. Na. Lesz akkor a bal keze, hogy C, H, A, J, M, D, I, G, C, C, I, I, D, C, D, C, H, A, G, G, I, I, D, C, D, C, tulajdonképpen így fog összeállni nekünk ez a dallam. Bocsánat, még egyszer. Hozzá a basszust, az úgy fog kinézni, hogy C-vel indulunk. Durva vagyunk végig, úgyhogy nem kell idegesködni. Durva vagyunk végig. Na. De akkor C-dur. Itt amikor az F-re lépünk, akkor F-dur. Csak az F-ig, utána, amikor lelépünk a D-re, akkor G-dur. Aztán újra, amikor már fölépünk az E-re, akkor már C-dur. Tehát még egyszer, vegyük át még egyszer. C-dur. F-dur. És így fog összeállni nekünk a nóta, hogy... Utoljára végig megyek rajta. Utoljára megállok egy házba.
A nóta. Akkor a második nótát mindjárt egy picit gondolkodás után, akkor kezdjük is. Nem akarok túl nehezet se, ugye? Hanem olyat még egyenlőre, ami úgy követhető mindenki számára. Majd később jönnek a nehezek, mondom, amik már több akkordból állnak, és a, most még csak egy kicsit egyszerűbbek. Nyilván nehezítettünk, de miért ne lehetne egy kis egyszerű? Például nagyon szokták szeretni dallamát, jó kis csárdás, úgyhogy... szépen nem messze van ide Kalocsa. Ez egy kicsit messze van, de erre gondoltam, erre a dalra, és akkor nézzük is meg. Tehát úgy fog kinézni, hogy ugye odafigyelve, hogy ne a fizzből nehogy F legyen, szegénykét lemódosítjuk. Elveszünk tőle azt a drága látos kis köröztöcskét, azt nem fog örülni neki. D, D, Fizz, D, E, E, H, C, D. És a fisz, megmaradt a méltósága, a fisznek is kérem szépen az a keresztje. Na, akkor... D-durt fogunk bal kézben. Igen, D-dur és A-dur. Aha, igazából ez a két akkord van benne, úgyhogy ez nem lesz olyan bonyolult. Először úgy van, hogy D-dur, aztán A-dur, D-dur. Azért mondom, kis egyszerű, de nagyon jó kis csárdás. Nagyon szokták szeretni, jó kis dallama van neki. Na, akkor még egyszer D-dur. A-dur. D-dur. Lovas, bocsér, járok el oda.
Hogy megnéztétek, tanulgassátok szépen, és akkor én elköszönök, majd a következő videóban találkozunk. Szervusztok!